A főzőpohárban kobalt-klorid töményvizes oldatát láthatjuk, amely a kobalt-ionok hidratált volt, amiatt rózsaszín színű. Ehhez az oldathoz tömény sósavat öntünk, és látjuk, hogy az oldat színe kékre változik. A jelenségnek az a magyarázata, hogy a kobalt-ionok a sok nagy mennyiségű klorid-ion hatására elveszítik víz molekuláikat, és átalakulnak hexa-kloro-kobalt komplexekké. Az így keletkezett kékszínű oldathoz destillált vizet adunk. Mire az oldat újra rózsaszín lesz. A jelenség a kémiai egyensúly fogalmával magyarázható, attól függően, hogy milyen külső hatás éri a rendszert, úgy változik az oldatnak az összetétele, illetve a kobalt komplexeknek az összetétele. Most nagyon jól látszik a pohárba, hogy az alsó részen dominálnak a klorokomplexek, az oldat tetején pedig az akvakomplexek vannak túlsúlyban. Ha egy kis vízzel, desztillált vízzel rásegítünk, akkor különösen látszik a felső részben hexa akvakobalt komplex, az alsó részben pedig a klorokomplex a domináns.